Legyen a mi Isten tiszteletünk az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához, hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Imádkozzunk! Urunk, drága Istenünk, köszönjük neked, hogy gondod van gyötrődő, szomjazó lelkünkre, és háborgó lelkünkre. Kérünk téged, hogy te vigasztalj, és te csitíts el bennünket. Kérünk téged, hogy te táplálj, és vezess bennünket. És tartsd bennünk a szomjazó lelket irántad, hogy minden nap vágyódjunk a te igéd után, és minden héten szomjazzunk, vágyódjunk a te gyülekezeted után, ahol együtt lehetünk és együtt magasztalhatunk téged. Amen. Foglaljunk helyet. Illetve, hogyha itt is az a szokás, akkor a János evangéliumából a mai napra rendelt prédikációs igét fennállva hallgassuk meg. Tehát János evangéliumából a 4. fejezet első 6 versét olvasom. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. És így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, két központi gondolatot szeretnék kiemelni ebből a tegnapi és a mai napra rendelt ige szakaszból, hiszen tegnap volt az első napja az ökumenikus imahétnek, ma van a második, de nálunk is nagy tartsán a mai nappal kezdjük Gyöngyikének, a munkatársamnak a szolgálatával. A két központi gondolat, amelyet kiemelek, az az, hogy Samárián kellett átmennie, és a másik pedig, hogy az úttól elfáradt. Talán mindannyian tudjuk, hiszen gyakorló keresztjének hívek vagyunk, hogy az, hogy Samárián kellett átmennie, az az isteni kellésnek, az isteni kellnek a kifejezése. Kimondottan az volt a cél, hogy ott menjen át, mert neki ott volt feladata, és aztán majd látjuk majd a hét további alkalmain, hogy mi is volt ez a feladat, mit is kellett Jézusnak a samáriai asszonnyal megbeszélnie. Tehát
ez kellett, hogy történjen. Erre kellett mennie, és mi is gyakran átéljük azt, hogy ezt kellett tennem, erre vezetett az Isten, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ebben nem fáradunk bele. Mert van egy olyan gondolata az embernek, hogy hát, hogyha én jó úton járok, hát, hogyha én engedem, hogy Isten vezessen engem, hát akkor nem fogok megfáradni, vagy nem fogok elfáradni. Hát pedig ez nem biztos, hogy így van. Akkor is van elfáradás, és olyan jó dolog az, hogy látjuk, hogy az ember, Jézus Krisztus is megfárad. Hát akkor még mi mennyire meg tudunk fáradni. És én azt hiszem, hogy az ökumenizmus is egy olyan terület, hadd hasonlítsam most így, mint Samária. Nagyon sokszor érezzük úgy, hogy legszívesebben elkerülnénk. Legszívesebben kikerülnénk egymást. Vagy válogatunk, hogy hát ki kivel van szívesen együtt. Van, aki csak ezzel, van, aki csak a másikkal hajlandó kapcsolatot építeni. És számomra nagyon sokat jelent az, hogy Jézus viszont nem tett kitérőt. Neki át kellett mennie Samárián. Ugye ismerjük, hogy hogy utálták egymást zsidók, samáriaiak, és hogy nem voltak restek hatalmas kitérőket tenni, ami gyalogosan azért jóval fárasztóbb volt, még autóval is fárasztó 50-100 kilométeres kitérőt tenni. És én azt hiszem, hogy megfáradunk mi is ebben a kérdésben. És hát éppen ezért mondom azt, hogy hála és köszönet azoknak, akik mégis ébren tartják ezt a kérdést, mégis lépnek. Én magam is megfáradtam, őszintén vallom be, hiszen amikor ősszel ismét jöttek az e-mailek, hogy mi lelkészek tovább folytassuk a találkozókat, a megbeszéléseket, hát akkor azt mondtam, azt írtam a lelkész testvéreknek, hogy sajnos szerintem már rosszabb a helyzet az ökumenizmus terén, mint 6-8 éve. Mert akkor legalább 6 felekezetnek a lelkészei jöttünk össze, és beszélgettünk, igaz, hogy nem sok sikerrel, hiszen sokszor nem nyíltan, alattomosan egymás szemében a szálkát kerestük, ez az igazság. És most már csak 4 felekezetnek a képviselői jöttünk össze. Hát azt mondtam, hogy én ebbe belefáradtam, erre én nem tudok időt szakítani. És mit csinál Jézus, amikor megfárad? Hát meg kell állni. Leül. És milyen biztató, ismét mondom azt, hogy az ember Jézusnak szintén szüksége volt pihenésre, megállásra. Mondtam múltkor az egyik gyülekezeti csoportnak, hogy amikor említették azt, hogy hát olyan sok megfáradt ember van az iskolában, a kórházakban, pedagógusok, orvosok, beszéltünk Mária és Márta történetéről. Hát mondom, ahogyan Mária megállt, és leült Jézus lábai elé, hát úgy kell megállni mindenkinek. A megfáradásra, ugye jellemző kifejezés, ma sokszor használjuk, hogy kiégünk. A megfáradásra, a kiégésre a legjobb gyógyír az, hogyha megállunk Jézus lábainál. Leülünk és hallgatjuk őt, és végre nem tenni akarunk, mert ugye leginkább a kiégés azokat veszélyezteti, akik a legjobbak egyébként a szolgálatban, a segítő munkában, pont azokat veszélyezteti a legjobban. Egy kicsit meg kell állni, ki kell kapcsolni, odafigyelni Jézusra. Jézusnak is szüksége volt a pihenésre. A samaritánusok, a zsidók ellentétét említettem már, megvetettek voltak a samaritánusok. Mi sokszor hasonlítjuk őket mondjuk a cigánysághoz, ahogyan sokan megvetik a cigánságot. Most azonban inkább gondoljunk
mondjuk arra a felekezetre, amelyet nem kedvelünk, amelyet legszívesebben elkerülünk, vagy amelynek az Isten tiszteletére nem szívesen mennénk be. Ismét mondom, Jézus átment Samárián. Azért, mert van szolgálata a samáriaiak felé. És a zsidók, akik ugye igaz, hogy nem keveredtek más népekkel, mint az otthon maradt zsidók, akiből aztán lettek ugye a samáriaiak, mégsem voltak makulátlanok, ők sem voltak tiszták. Tudjuk jól, mennyire megviselte őket is a fogság a hitükben is. A baj az volt, hogy hát éppen csak különnek tartották magukat, ami hát legalább annyira veszélyes, mint a samaritánusoknak a keveredése idegen népekkel. Ez a hübrisz, ez a magasabb rendűség legalább annyira veszélyes. A különbnek tartás, én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb veszélye a felekezeteknek, mindegyiknek, milyennek is. A különbnek tartás, különbnek tartom magamat a másiknál. Mert ugye ez teljesen ellentétben van azzal, amit Pál apostol javasol, hogy hát egymást magatoknál különbnek tartsátok, és meg kell, hogy valljam, nem tudom megtenni. De amikor egy kicsit úgy közelebb kerülök más felekezetűekhez, és rádöbbenek a lényegre, akkor azt is meg kell, hogy valljam őszintén, hogy jó érzés az, amikor érzem a másikon, hogy ő is Jézus követője is. És hogy lehet, hogy különb az ő élete, különb az ő hite, mint az enyém. Nagyon jó bizonyságtételt hallgattam pár nappal ezelőtt, nem tudom, esetleg lehet, hogy ebből a gyülekezetből is voltak ott. Egy volt német SS tisztnek a fia volt itt Magyarországon, és számolt be a megtéréséről. Hát nagyon különleges volt, mert egy olyan SS alakulatnak a vezetője, egyik vezetője volt az ő édesapja, amit úgy hívtak, hogy Einsatztruppen, vagyis azokat a katonákat képezte ki, akik a halálba vitték a zsidókat. Hát óriási megrázkódtatás volt számára, amikor megtudta gyermekként, hogy hol is van az apja, mint háborús bűnös börtönben ül. Szóval ez egy katasztrófa volt, mondta, hogy hát nem választhatja meg az ember a szüleit sem. Hát, és azt mondta, hogy egyszer nem értette azt, hogy történhet az, hogy 7-8 éves korára valami iszonyú agresszió van benne, és gyilkolni szeretne. És hát mondja, hogy így mondta, hogy elmebeteg lett lényegében 7-8 éves korára. Mondja viccesen, hogy hát ugye az elmebeteg nem tudja magáról azt, hogy vele nincsen rendben valami, viszont azt tudja, hogy senki más nincsen rendben, csak ő. Na hát ez jellemző ugye az elmebetegre. És amikor aztán a későbbiekben, ugye még annyit mondott a benne levő sötétségről, hogy sokszor csak akkor tért magához, amikor körülötte mindent szétvert. És aztán magához tért, és nézte, hogy mi történt. És valaki azt az üzenetet, vagy azt mondta neki beszélgetésben, hogy figyelj, így te vagy életfogytiglant fogsz kapni, vagy a pokolra jutsz, de így nem mehet tovább az életed. És még annyit mondott az illető, hogy de Isten szeret téged. Na ez indította el őt a megtérés felé, és ugye vívódott magában, hogy hát hogy szerethet engem az Isten, aki ilyen vagyok, és ilyen háttérrel rendelkezem. És azt mondta, amikor befogadta az Úr Jézust, akkor a sötétség eltűnt a szívéből. Éppen egy templomban volt, direkt nem mondom most a felekezetet, éppen egy templomban volt, ahol a hit
hitvallást mondták el, és amikor a hitvallást mondták el, akkor döbbent rá arra, hogy kicsoda az a Jézus, akiről a hitvallás elhangzott. És közben pedig mondta, hogy igen, de hát ebben a felekezetben a hitvallások úgy eldarálják. Nem mondják szívből, csak eldarálják. Mindjárt hozzáteszem azt, hogy bizonyára nincs tökéletes sallangoktól mentes bizonyság, tétel és megtérés. Amiért én ezt elmondom, az nem az, hogy kisebbítsem a bizonyságtételt, mert az nagyon jó volt. Csak azt szomorított el engem, hogy most miért kell azt a bizonyos felekezetet így jellemezni, hogy ott mindenki darálja a hitvallást. Mert igen, ez jellemző ránk, hogy általánosítunk, hogy a másik felekezetben ez mindenkire, ez a rossz mindenkire jellemző. Sajnos ugye a búza és konkoly példázata nem csak egyik vagy másik felekezetre igaz. Mindannyiunkra igaz. És annál veszélyesebb a helyzet, minél inkább kívül érezzük magunkat a veszélyeztetetteken. Elkerüljük a másikat, mint a probléma hordozóját. Mert velünk nincsen probléma. Csak a másikban. Mi az, ami összehozhat bennünket? Mert hát ez a nagy kérdésünk mindannyiunknak. Mi az, ami összehozhat bennünket? János 4-ben, ami összehozta a szereplőket, az nem más, mint a szomjúság. Figyeljünk most a mai napon előhangként a következő napok mondani valójára. A szomjúság, a testi, lelki szomjúság az, ami összehozta Jézust, a samáriai asszonyt és a többieket. És az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy szomjasak vagyunk-e még az igére? Azt nem vonom kétségbe, hogy szomjasak voltunk. Nagyon sokszor elmondjuk fiataloknak, és amikor biztatjuk őket, hogy gyerekek, hát gyertek az alkalmakra. Ez nélkülözhetetlen. Felnőtteknek is mondjuk. Ez nélkülözhetetlen. Enélkül nem lehet megmaradni a keresztény hitben. És akkor mondjuk azt, hogy hát amikor hitre jutott, nem is jutottunk még hitre, még ezt is elmondom. Csak konfirmációra jártunk, de még nem adtuk át, legalábbis én nem adtam még át igazán akkor az életemet. De valami elkezdett vonzani az Isten házába. És onnantól kezdve nem voltam hajlandó kihagyni egy vasárnapot sem. Meg nem voltam hajlandó kihagyni egy ifjúsági bibliórát sem. Pedig a megtérésem valamikor a teológián történt. Vagy feleségem szokta mondani, hogy hát tudjátok, az az öreg lelkész bácsi, aki tartotta a 2 meg 3 főnek a bibliórát, hát olyan unalmas volt. Egy szál gitár sem volt. Csak mondta monoton módon az igét, de azt mondja, mégis felszálltam mindig a buszra, hogy bejussak Borsodnádasról Ózdra az ifire. Ma sokszor úgy érzem, hogy ilyen programkereszténység, meg fogyasztói kereszténység alakul ki, hogyha van valami, amit fogyaszthatok, van valami program, akkor megyek, ha nem, akkor nem megyek. Tehát valahol a szomjúság hiányzik. Nem véletlenül kérdeztem, hogy szomjasak vagyunk-e még az igére, vagy pedig unjuk már az egészet. Nagyon sokan mondják, megtért, megújulásról bizonságot tett híveink, hogy hát ezért meg azért nem tudok jönni. Ilyen mondva csinált dolgokat mondanak. Mondva csinált problémákat. És ugyanakkor erősen kritizálják a hagyományosabb híveket. Nagyon veszélyes irányzat. Nagyon veszélyes. A napokban
kistarcsai kórházban voltam helyettesíteni egy istentiszteletet. Hát találkozok az egyik családdal, gyülekezetünk egyik családjával. Mondtam ám a feleségnek előző nap, hogy én fogok menni majd, mire mondta, hogy hát a férje ott van a kórházban, de annyira elgyengült sajnos, hogy nem valószínű, hogy fog tudni jönni. Hát ott volt. Azt mondta, hogy amikor mondta a Józsi bácsinak, hogy megyek, úgy felvillanyozódott, hogy nem volt hajlandó ott maradni az ágyba, tókocsit kért. Aztán elmondja a felesége, hogy na de hát nem most kezdett már legyengülni a Józsi bácsi, hanem már karácsony környékén kezdődött az egész, és hát szilveszterkor már olyan gyenge volt, hogy azt mondta neki, hogy tudod mit, maradjunk inkább itthon, a jó melegben. Józsi bácsi nem volt hajlandó, azt mondja, még veszekedett is. Menjünk az Isten tiszteletre. És az úgy nézett ki, hogy két lépés járás, és aztán pihenés. Két lépés járás, és aztán pihenés. Na én ezt nevezem szomjúságnak. Ez szomjúság. Nem az, amikor táncolhatok, rohangálhatok, kocsiba ülhetek, de nem megyek. Szomjasak vagyunk-e még az igére? A szomjúság az az egészség jele, ahogyan az éhség is. Betegek vagyunk, és ezért nem vagyunk eléggé éhesek és eléggé szomjasak. Ilyenkor elmegy az embernek az étvágya. Nem érzi az ember a szomjúságot. Mit tudunk tenni? Csak imádkozni tudunk azért, hogy érezzünk. Hogy érezzünk magunkkal kapcsolatban, és ne a másikkal kapcsolatban érezzük, hogy most akkor ő hogy van az Úrral. Magammal kapcsolatban érezzem a szomjúságot, ezért kell imádkoznunk. És aztán megjelent ott a kistarcsai istentiszteleten még egy személy, ő egy nyugdíjas sebész volt. És aztán megkérdezte, hogy szabad-e egy verset elmondani? Ő írt a karácsonyra. Na jó, hát kicsit megkéstünk, de nem baj. Mondja el. Kicsit féltem, mert ilyenkor kétesélyes a dolog, hogy most akkor milyen az a vers. És tessék elképzelni, összecsengett az énekkel, amit választottam. Az énekünk az volt, hogy Jézus a mi oltalmunk, erősségünk. És annak van egy ilyen verse, hogy megfeszítették Jézust, és benne volt az énekben a lényeg is. Nem csak az, hogy született, hanem hogy megfeszítették értünk. És aztán még egy verset hadd mondjak, mondja. Egyébként mondta, hogy ő katolikus, de a gyerekei azok református istentiszteletre járnak. Na mondom, itt valami érződik, hogy nem az a lényeg, hogy ki hova tartozik. Jött az evangélikus istentisztelete katolikusként, és bizonyságot tett, és bátorította az ott levő betegeket. És akkor mondja a másik verset, mert azt mondja, 16 évvel ezelőtt harmadjára gyógyultam meg a rákból. Hát ez a vers még megrendítőbb volt. Egy laikus, katolikus vallású lelkigondozó, hát szerintem nem is, ha hallaná, hogy én lelkigondozónak mondom, hát nem lelkigondozó, nyomdász. Szóval, jár a kórházba segíteni, bátorítani a betegeket. Azt mondja, megy most egy ilyen képzésre vagy konferenciára, és hát engem is kérdez, hogy mi mit teszünk, milyen a mi kórházi munkánk. Hát mondom, én azért csak ritkán megyek el, néha helyettesítek, néha látogatok, néha együtt úrvacsorázunk rokonokkal, a beteggel, rokonaival együtt. És mondom neki, hogy egy alkalommal egy súlyos beteghez mentem, úrvacsorát vittem neki, mondtam a szertartást, talán éppen a szereztetési igéket mondtam, hogy vette az Úr és a kenyeret, hálát adott, megtörte,
mire a szomszéd ágynál megszólal valaki, közbeszól, közbevág a szertartásba, hogy én is kaphatok? Néztem, kettő darab ostyán van. Úgy szeretek úrvacsorát vinni ilyenkor, hogy egyet én, egyet a beteg. Nagyon kiszámoltam. Hát mondom, akkor lemondok róla. Láttam, hogy nagyon beteg. Nem kérdeztem, hogy ő evangélikus-e, hogy konfirmált-e, mit tud az úrvacsoráról. Nem kérdeztem semmit. Megvan-e keresztelve egyáltalán, vagy milyen módon? Semmit. Semmit nem kérdeztem. Csak azt éreztem, hogy adnom kell. És aztán hallottam, hogy másnap távozott innen. Távozott ebből a földi világból. És akkor itt érzem azt, hogy mi az, ami igazán számít? Mi az, ami igazán számít a mi felekezetei jellegzetességeinkből? Nagyon kevés. Egyetlen dolog az, amit ismét meg akarok említeni, és felszínen szeretnék tartani, hogy szomjasak vagyunk-e még arra, ami igazán számít. Ámen. És most kérem, hogy imádkozzunk közösen, hogyha szabad iránymutatásként mondani, úgy, ahogyan felvetettem a prédikációban, hogy azért, hogy szomjasak legyünk, a szomjúságért. Mert hogyha szomjasak vagyunk, akkor elégítetünk meg. Akkor kapjuk azokat az ajándékokat az Isten igéjén keresztül, amelyeket elkészített nekünk. Imádkozzunk azért, hogy szomjúhozzuk Isten szavát. Csendesedjünk el. És mindenki, akinek a szívén imádság van, bátran imádkozzon.